Elrajtoltak a biciklisek a Tiszavölgy kalantúra résztvevői. A hétvégén beutazzák a Tisza vidéket, Záhonytól Tiszabecsig. Útközben lovagolnak, vizitúráznak, íjászkodnak és kenyeret is sütnek majd. Ez a célja a kalantúrának, azaz az egészséges és a fenntartható életmódra való nevelés. Igyekszünk univerzális emberekké motiválni széles társadalmi kör, és itt ugye kalantúra során kalandozunk, kerékpárral tesszük meg a napi távokat, és útközben evezünk, kihasználjuk a gyönyörű természeti kincseinket, a Bodrogot, a Tiszát, a Sajót, a Hernádot is még sorolhatnám. A kalantúra az 5 hétvégén keresztül zajlik Tiszabestől, Sárospatakon, Záhonyon, Tokajon keresztül, Tiszafüred, Szolnok irányába, és nem csak evezünk, hanem útközben hagyományőrző egyesületek részével lovas bemutatók, közösen lovaglunk, íjászkodunk, természeti adottságokat kihasználunk, mint például Sárospatak fölött határában, ez a gyönyörű tengerszem volt malomkőbánya, ez egyszerűen kihagyhatatlan számunkra, ott egy kötélpályáját építettek a speciális mentősök. Ez lesz a rajt után az első állomás helyszín, ahol tudásukat, tériszonyukat fogják megtapasztalni majd a versenyzők. És természetesen másik 3 feladat közül választhatnak fönt a tengerszemnél. Fenntartható életforma. A kalantúra fenntartható életformáról szól. Éljünk tudatosan, éljünk egészségesen, éljünk úgy, mint nagyszüleink éltek, kapáljuk a kerteket, fogyasszunk szezonális gyümölcsöket, és minden kis termelőt felkeresünk az út során. Itt ellenőrző állomások lesznek, kecskesajtot kóstolunk, kecskét fejünk, kaszálni fogunk, kenyeret sütünk, lekvárt főzünk, kenyérlángost fogunk enni. Például Kisvozvágyon, a Berzseny faluban Lesz János kölest fogunk enni a nap végén, őseink fő étkét fogjuk megkóstolni. De természetesen odafigyelünk a kalantúrázók egészségi állapotára, nagyon sok ellenőrzőponton frissítő állomások, szezonális gyümölcsök, megy, cseresznye, banán. De természetesen megismerhetik a banán útját is, hogy hogyan ér tengeren túlról ide a banán.
Gondolom én, hogy egy-egy hétvége alatt több száz kilométert tesztek meg hegyes, völgyes vidéken. Mennyire nehéz ez? Nem nehéz, mivel nagyon sok frissítőállomás van. Egy hétvége alatt, három nap alatt 150 kilométer környékén kalandoznak a kerékpárosok. Vegyes nagyon a korosztály, a 11 évtől 75 éves korosztályig neveznek. Az ország minden tájától, Soprontól, Szegedtől, Eger, Miskolc, Sárospatakról is vannak nevezők. A program teljesen ingyenes. Új Széchenyi terv Európai Unió támogatásával jött létre. Biztosítunk teljes ellátást a résztvevők számára sátortábort kijelölt kempingekben. Sátort adunk hozzá, matracot adunk, hálózsákot adunk, teljes ellátást, ajándék pólót, ajándék pohalat és ajándék kulacsot. Mindezért azt kérjük cserébe, hogy érezzék jól magukat, ne rohanjanak, mert azért jöttek, hogy megismerjék a vidéket. Azt szeretnénk, hogyha visszajönnének még erre a gyönyörű vidékre, visszajönnének a kistermelőkhöz, ahol zsíros kenyeret kóstoltak, vagy keske sajtot kóstoltak, illetve azokra a falusi vendéglátóhelyekre is visszajönnének, ahol nyugalmasan eltöltötték az éjszakát. Illetve ennek a programnak hatalmas csapatépítő és közösségformáló ereje van. Itt megismerkednek egymással az emberek, és én remélem, hogy hosszú éveken keresztül fognak még erre napokra emlékezni. Az Európai Uniós támogatással megvalósult kalandtúra 5 hétvégén keresztül tart. A programnak a támogatója az Európai Unió, és a Széchenyi terv keretében kerül ez a program kivitelezésre, és magának ennek a KEO programnak ennek a célja a fenntartható életmódnak és a fenntartható életmódhoz kapcsolódó viselkedésformának a propagálása. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyrészt azok a közlekedési módok, úgynevezett a kerékpáros közlekedés, a vasúti közlekedésnek a népszerűsítése, ezért is a programon kerékpárral haladunk, valamint olyan még két fontos üzenete van, az egyik a hulladék megelőzés, az az, hogy olyan termékeket vásároljunk, amik nem túlcsomagolt termékek, tehát igyekezzük piacon venni dolgokat, a kenyeret is mondjuk csak egy papírral emeljük le a polcról, és lehetőleg ne szeletelt és csomagolt kenyeret vásároljunk, valamint a harmadik nagyon fontos üzenete az, hogy mindig helyi termékeket és helyi és szezonális zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztunk, tehát akkor, amikor tényleg az terem a fán, és nem pedig akkor, amikor 1000-2000 kilométert utazik mondjuk Spanyolországból. Talán elmondhatjuk, hogy ezek egészségesebb dolgok is, tehát az egészségre is sokkal jobb hatásuk van. Elmondható, hogy most már lassan egy olyan tendencia veszi kezdetét, ami ezekhez a bioételekhez, a bioélethez való visszatérést jelenti? Azt hiszem, hogy igen, ez egy trend. Most talán világtrend is, és nagyon örülünk annak, hogy ez Magyarországon is egyre inkább népszerű, és tulajdonképpen semmi különös
dologról nincs szó, hanem arról, hogy egy picit visszalépünk, tehát egy 10-15-20 évvel visszalépünk, mert azt hiszem, hogy a nagyszüleink idején még abszolút így éltünk, és mindenhol volt kiskert falun, mindenhol volt állattenyésztés falun, és akkor azokat akkor mi úgy tudtuk, hogy csak helyi termékeket, de tulajdonképpen bioélelmiszereket fogyasztották, ami most is egyre népszerűbb lesz, és nagyon remélem, hogy mindenhol egyre több lesz a kiskert, vagy legalább azok a kis helyi termelők megjelennek a falvakban, ahonnan mondjuk meg tudjuk vásárolni azokat a termékeket, ami tényleg jó is, egészséges is, és helyből van. Az ország minden részéről talán mondhatni, hogy több százan csatlakoztak ehhez a programhoz. Miért? Mi motiválja az embereket? Azt hiszem, hogy nagyon vonzó programot sikerült összeállítanunk, tehát egyrészt maga szerintem a fenntartható életmód is egy vonzó, izgalmas téma, és ki is emeltük azokat az elemeit, például, hogy ismerjük meg a kecsketenyésztést, hogy egy kecskét fogunk fejni, körmölni, kecskesajtot fogunk kóstolni, kenyeret sütünk egy helyen egy helyi háziasszony segítségével, különböző megnézünk önkormányzatok által működtetett biokerteket például, ahol majd lehet sertést etetni, meg krumplit kapálni. Tehát egyrészt ez is izgalmas nagyon sok embernek, akitől most már távol áll ez a falusi életforma, valamint olyan izgalmas kalandtúra eszközökkel fűszerezzük a programot, hogy kalandpályákat építünk például több helyen, itt is Sárospatak környékén a tengerszem adja magát, hogy ott egy fantasztikus kalandpályán fognak tudni végigmenni a résztvevők, de lesz például Szabolcs-Veresmarton is kalandpálya, fogunk evezni Bodrogon, fogunk evezni tavon, holtágakon, mert felkeressük a kulturális látnivalókat, természeti látnivalókat, tehát tulajdonképpen egy olyan színes háromnapos programot fognak kapni a résztvevők, ami azt hiszem, hogy szerintem biztos egy évig is kitartó élmény, és hát ez vonzóvá teszi a programot.
A legutóbbi Tiszavölgy kalandtúrán mi történt, milyen élményeket szereztek, vagy szerzett az ember? Nagyon jó volt a Tiszavölgy kalandtúra. Tiszabecsről indultunk, már ott az indulásnál sok-sok emberrel, és tárogató hangja mellett indultunk el, nagyon kellemes volt. Aztán várt bennünket Milota, majd Tiszabecs, és ott sok mindent láttunk. Lekvárt főztünk, a túr fölött átmentünk kötélpályán, jól magam is teljesítettem, vízibicikliztünk, aztán kecskét fejtünk Tiszaadonyba, kaszáltunk, a csarodai templomot megnéztük, a tákosi templomot, a csaroda fölött szintén kötélpályán, ilyen kínai kötélpályán mentünk át, az is nagyon érdekes volt. Panyolán evesztünk, motorcsónakáztunk, íjasztunk, úgyhogy nagyon érdekes volt mindenki számára. Én gyerekeket hoztam, két ötödik osztályba menőt és két hetedik osztályba menőt. Nagyon jól bírták a gyerekek, semmi problémájuk nem volt, élvezték nagyon, és még mindig azt emlegetik, hogy milyen jó volt ez a túra, valóban kalandtúra volt, és egész életükben meg fogják emlegetni. Személy szerint ön miért csatlakozott ehhez? Először is azért, mert nagyon szeretem a természetet, én is tiszapenti gyerek vagyok. Másodszor pedig azért, mert ezt a kezdeményezést támogatom, hiszen ilyen kellene sok, hogy nem mindig autóba üljünk, hanem kerékpározunk, megismerjük a természet szépségeit, a virágokra, a növényekre, madarakra rácsodálkozzunk. Gyerekek idén is neveztek, a rajt előtt még kicsit izgultak. Végül az első állomáson, a tengerszemen még a sziklafalakat is legyőzték. Én még most jöttem először, és eddig nagyon tetszik. Sok kerékpáros van, jó a hangulat, jó az idő. Mennyire szeretsz biciklizni? Hát én minden nap szoktam olyan 4 kilométert el-vissza, haza és vissza 4 kilométert. Azt tudod, hogy most akár több 100 kilométert is megtesztek egy-egy hétvége alatt? Tudom, egy kicsit meggondjuk éjjelre, hogy meleg is van, és hogy nem fogjuk bírni, de kitartás. Thank you.